Érkeznek a felhívások. Év végéig 100 új uniós pályázatot hirdetnek meg 3000 milliárd forint értékben. Ezt az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár mondta egy kemecsei fórumon. Nemzeti vízstratégia. A klímaváltozás miatt a jövőben több vízhiányra és hosszabb aszályos időszakokra kell készülnünk a szakemberek szerint, de fokozódhatnak az árvizek esélyei is. Az ecigi is káros, mérgező, a füstje káros az egészségre, az elektronikus cigaretta sem veszélytelen, erre figyelmeztet az ANTS. Év végéig 100 új uniós pályázatot hirdetnek meg összesen 3000 milliárd forint értékben, tájékoztatott az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár egy kemecsei fórumon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Vitályos Eszter kiemelte, továbbra is a gazdaságfejlesztési operatív programok lesznek előtérben. Az államtitkár hozzátette, míg az előző uniós ciklusban 8200 milliárd forintot fordíthatott fejlesztésekre Magyarország, addig 2020-ig már 12000 milliárd forintot költhet el hazánk. Hatalmas uniós keretet használt fel eddig is hazánk, ám a következő években még több jut a fejlesztésekre, mondta Kemecsén az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár. Vitályos Eszter kiemelte a hivatalosan 2013-ig tartó, de most lezáruló Európai Uniós költségvetési ciklusban körülbelül 660 ezer forint jutott egy lakosra, a mostani 2020-ig tartó időszakban pedig már 712 ezer forintos támogatás juthat majd egy-egy emberre. Az elmúlt 7 éves időszakban 8200 milliárd forint volt az az összeg, amelyből gazdálkodhatott hazánk az uniós források területén. Ez a következő időszakban, ami a tavaly évben kezdődött, ez a 14-20-as programozási időszak, pedig több mint 12000 milliárd forintból tudunk majd gazdálkodni összességében. Ebben benne vannak egyébként a vidékfejlesztési források is, valamint a kötelező tagállami hozzájárulás. Az államtitkár hozzátette, 10 operatív programot már elfogadott az Európai Bizottság, az ezekben megjelenő pályázatok pedig egyszerűsödnek az új költségvetési ciklusban. Ez összes nagyszabású operatív program keretére már megtörténhetnek a pályázati felhívások. Ebben az évben úgy tervezzük, hogy körülbelül 100 pályázati felhívás közel 3000 milliárd forint összegben fog megjelenni. A támogatások igénylésében és a projektekben pedig akár a megyei önkormányzat és a hozzátartozó ügynökség, valamint a fenntartásában lévő cégek is tudnak majd segíteni, mondta a kemecsei fórumon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. Ebben az évben számos támogatási felhívás meg fog jelenni a TOP forrás keretére, elsőként a turisztikai célú támogatási pályázatok jelennek meg információink szerint, ennek a véleményezése is megtörtént már a megyei önkormányzat részéről. A tágabb értelemben pedig hát nagyon fontos közösségi fejlesztések, illetve gazdasági fejlesztések várhatók a TOP-ból, közösségi szolgáltatás fejlesztés energetikában, óvodai, bölcsődei férőhelyekben, ügyfélszolgálati lehetőségekben, akár önkormányzatoknak, polgármesteri hivataloknak, illetve hát a legfontosabb üzenete természetesen a TOP-nak is a gazdaságfejlesztés. A kemecsei fórumon elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Civil Információs Centrum különböző rendezvényekkel, információs napokon és kiadványokkal is segít a civil szervezeteknek tájékozódni a pályázati lehetőségekről. A klímaváltozás miatt a jövőben több vízhiányra és hosszabb aszályos időszakokra kell készülnünk a szakemberek szerint, de fokozódhatnak az árvizek esélyei is. A kormány ezért egy olyan tervet állított össze, ami 7 jelentős pillérre épülve határozza meg a hazai vízgazdálkodási stratégiát. A Kvassai Jenő terv egy olyan hiánypótló vízgazdálkodási stratégia dokumentumait összegzi, aminek célja a vizekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó iránymutatás. A csomag a 2020-ig tartó intézkedési terv mellett meghatározza a hosszú távú 2030-ig tartó vízgazdálkodási célokat is. Azért van erre szükség, mivel a víz egy fontos stratégiai kérdés, a vizekkel foglalkozni kell, mert egyrészt kockázatokat is jelentenek, másrészt hasznosítani is lehet őket, tehát komoly előny származhat belőlük. Továbbá a klímaváltozás miatt hazánknak is komolyan kell foglalkoznia a változásokkal, amely az időjárásban és a vízjárásban megfigyelhető lesz.
több vízhiányra, hosszabb aszályos időszakokra kell készülnünk, illetve az árvizek veszélye is fokozódhatnak a klímaváltozás miatt. Emiatt nagyon időszerű, hogy ezzel a vízügyi kérdésekkel foglalkozzunk. Természetesen nem csak a területi vízgazdálkodással, hanem a települési vízgazdálkodással is foglalkozik a Kvassai terv. Abrusz László elmondta, a Kvassai terv 7 pillérre épül, amik közül az első a víz visszatartásával és elraktározásával foglalkozik, ami stratégiai fontosságú megyénkben is. A második pillér az ár- és belvízvédelemre épül, ami az anyagi károk megelőzése érdekében kiemelt fontosságú. Nagyon fontos része a Kvassai tervnek egy következő harmadik iránya a vizek jó állapotba hozása. A vizek minőségének védelme és mennyiségi megőrzése ezzel kapcsolatos. A harmadik pillér, a negyedik a Kvassai tervnek a vízi közművekkel foglalkozik. Nagyon fontos, hogy a lakosság jó minőségű vízellátást kapjon, illetve a szennyvizekkel is foglalkozzunk. Ez egy nagyon fontos elem, hiszen óriási a vízi közmű vagyon, és meg kell akadályozni ennek az elavulását, elhasználódását. A Kvassai terv további három fontos pillére a társadalom és a víz viszonyának a rendezése, vagyis a vízzel kapcsolatos értékrend javítása az óvodás kortól a felnőtt korig. Továbbá a víz gazdasági és irányítási kérdései is kiemelt szerepet kaptak a stratégiában, tette hozzá a műszaki titkár. Mérgező, a füstje káros az egészségre. Az elektronikus cigaretta sem veszélytelen, erre figyelmeztet az ANTS. Az e-cigit azok használják főként, akik leszeretnének szokni a dohányzásról, ám az egészségügyi szakma szerint nemhogy segítenék a leszokást, de még mérgezheti is magát, aki e-cigit használ. Káros és mérgező anyagokat is tartalmazhat az elektronikus cigaretta. Most már az egészségügyi szakma is felhívja a figyelmet arra, hogy nem kevésbé mérgezi magát és pusztítja tüdejét az, aki e-cigire gyújt, mint aki a hagyományos dohányt szívja. A tüdőgyógyászok pedig egyöntetűen elutasítják, hogy elektronikus cigarettával könnyebb lenne a leszokás. Nem tudjuk, hogy mi az a hatóanyag, nikotin van-e benne, ha nincs benne, akkor milyen egyéb addiktív anyagokat tesznek bele, hogy a beteg erre rászokjon. Sem az összetételét, sem a hatóanyagokat, vívőanyagokat nem ismerjük, és képzeljük el, hogy ezeket a nem ismert összetételű anyagokat egy szippantással, egy teniszpályányi felületen bevisszük a tüdőbe, ott is károsítja a hörgők felszínét, és fel is szívódik a hajszálereken keresztül, és az egész szervezetet befolyásolja, mérgezi, nem tudjuk, hogy milyen anyagokkal. Megmaradnak azok a berögzült mozdulatok is, amit a dohányosoknak el kell felejteniük, ha leteszik a cigarettát. Akik elektronikus cigire gyújtanak, valójában ugyanúgy dohányoznak, magyarázta a főorvos. Az e-cigarettát még 2003-ban egy kínai cég fejlesztette ki, nálunk 2005-ben dobták piacra. Azóta a számtalan fajtája megvásárolható. 2012-ben a nem dohányzók védelmében született törvény nem engedi a zárt térben való közintézményekben, vendéglőkben a dohányzást, és a munkahelyeken is csak a kijelölt helyeken lehet rágyújtani. Szeptemberben volt egy európai tüdőgyógyász kongresszus, ami már ecigimentes volt. Tehát ugyanazokat a szabályokat igenis, és remélhetőleg itthon is majd szigorúan be kell tartani, ami a cigarettára vonatkozik. Hiszen ebben is vannak, mint említettem, olyan mérgező anyagok, amikkel a passzívan mellettem álló és passzív dohányzásnak kitett embertársunkat mérgezhetjük. Egyébként egyrészt a szabályozás miatt, másrészt a jövedéki termék magasabb ára miatt is kevesebben dohányoznak, mint 5-10 évvel ezelőtt. Ezt a folyamatot mindenképp üdvözölni lehet egészségvédelmi szempontból. Lappangó privatizáció, virágzó magánellátás és hanyatló állami szféra, ez a magyar egészségügy, véli a szocialista Tukacs István. Az országgyűlési képviselő az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján azt mondta, változásokra van szükség az egészségügyben, hiszen színvonali egyenlőtlenségek vehetőek észre az ország különböző régióiban, valamint a váró és előjegyzési listák sem csökkennek. A tájékoztatón az MSZP megyei alelnöke, Csabai Lászlóné hozzátette, az alapellátásban is problémák vannak, egyre több a 60 vagy akár 70 év feletti orvos.
a napi 8 óra vagy 10 óra megterhelés az, az nem jó. De nincs más választás, részben azért, mert nincs elegendő orvos, aki vállalja ezt a feladatot, nincs elegendő orvos, aki meg tudja vásárolni a praxist, és olyan alacsonyak a praxisnak az összegei, hogy kimutathatóan a legtöbb praxisban alacsonyabb, mint 2009-ben volt. Ebből nem tudják rendesen a rezsit és a béreket finanszírozni. Ennek a megoldása országos feladat. Egy nagyon komoly átvizsgálása az alapellátásnak, és egy igen jelentős összegű támogatásnak, a finanszírozásnak a biztosítása. A legújabb trendek szerint a vákuumban alacsony hőmérsékleten főzött ételek a leginkább kiemelkedőek a nemzetközi versenyeken. Az újdonságokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A hagyományokhoz híven idén is két tornán léphetnek pályára az év végén a kispályás foci szerelmesei. November utolsó hétvégéjén Nyírerdő Retro Rádió Kupa öreg fiúk tornán, karácsony előtt pedig a háromnapos Szabolcs Takarék Karácsony Kupa elnevezésű rendezvényen rúghatják majd a labdát a csapatok a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola csarnokában. Szerdán a nyíregyházi Sipkai tornacsarnokában a kosárlabda tornával kezdődött el a megyei sportnapok háromnapos rendezvénysorozata. A résztvevő csapatok még labdarúgásban és röplabdában mérik összetudásukat. A legújabb trendek szerint a vákuumban alacsony hőmérsékleten főzött ételek a leginkább kiemelkedőek a nemzetközi versenyeken. Az elmúlt évek során a modern gasztronómia forradalma zajlott le, ami a mindennapi fogyasztásba és közétkeztetésbe is egyre inkább betört. Hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által közösen szervezett továbbképzésen, ahol a nemzetközi trendek alakulásával, valamint a gasztronómiai világversenyek hazai tapasztalataival ismerkedhettek meg a résztvevők. A modern gasztronómiáról, az új trendekről és a soron következő világversenyek felkészülési időszakairól tartott előadásokon a zsűrizési szempontokkal és elvárásokkal is megismerkedhettek a továbbképzés résztvevői. A szakmai napon a tanulók és profi szakácsok mellett a leendő versenyzők is részt vettek, hogy megismerkedjenek a szakmai újdonságokkal. Mondhatom, egy forradalom van most kialakulóban. Az elmúlt évek során teljes mértékben átlakult a tányérokon megjelent ételeknek a formája, alakja, a megjelenése, az elkészítési módja. Egy komoly új vákum alatt elkészített ételeket prezentálnak mostanában már a szakácsok, és ez a magyar gasztronómiában is egyre jobban betör, és ez nem csak a csúcs gasztronómiában érthető, hanem egyre jobban szeretnénk, hogyha a mindennapi életbe, a közétkeztetésbe is, iskoláknál is ez a szerep azért ott legyen mindenütt. A cukrászversenyek tapasztalatairól, valamint a következő egy év felkészülési idejében szükséges teendőkről Erdős Hanna mestercukrász számolt be az érdeklődőknek. Én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy ez szinte percről percre változik. Számomra döbbenetes élmény volt, 2008-ban aranyérmet kaptam versenymunkámmal az olimpián, és 2012-ben a következő olimpián. Ez már nem ért volna, még érmet sem, nemhogy aranyérmet, tehát még a bronzérem szintjét se ütötte meg. Olyan szinten fejlődnek a technikák, az eszközök, az alapanyagok, jönnek be mindenfelől. A versenyzői tudás rengeteget fejlődik, távol-keletiek hatalmas létszámmal, tudással, illetve hatalmas pénzzel mögöttük jönnek a versenyekre, és hát ezekkel föl kell venni a versenyt ahhoz, hogy mi is tudjunk eredményt produkálni. A mestercukrász kiemelte, a legfontosabb, hogy az elkészült versenymunkával meg kell hökkenteni a zsűrit, ami nagyfokú kreativitást és tehetséget igényel a versenyszámok résztvevőitől. A hagyományokhoz híven idén is két tornán léphetnek pályára az év végén a kispályás foci szerelmesei. November utolsó hétvégéjén Nyírerdő Retro Rádió Kupa öreg fiúk tornán, karácsony előtt pedig a háromnapos Szabolcs Takarék Karácsony Kupa elnevezésű rendezvényen rúghatják majd a labdát a csapatok a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola csarnokában.
több évtizedes hagyomány a megyében, hogy a nagypályás bajnokságok befejezését követően teremtornák kínálnak játék lehetőséget a kispályás foci szerelmeseinek. Nyíregyháza november utolsó hétvégén 35 év fölötti játékosokat felvonultató csapatok, a karácsony előtti hétvégén pedig megkötés nélkül összeállított együttesek lépnek majd pályára a Móra csarnokában. Az öreg fiúknál eleve igazi parkettművészek szerepelnek, hiszen régi motorosok, akik már letettek valamit az asztalra, és látványos mérkőzések vannak, nagyon jó csapatok, viszont vannak ilyen adhok jellegű munkahelyi csapatok is, akik neveznek. A Szabolcs-Takarék karácsony kupán viszont igazi hírességek is, befejeződnek a bajnokságok, tehát részt vesznek olyan játékosok is, akik kijárnak a stadionokba, és ezért érdemes eljönni ezekre a tornákra. A 150 ezer forint összdíjazású Nyíregyházi Retro Rádió kupán november 28-án és 29-én lépnek majd pályára a csapatok. A 24-es mezőnyben már csak 7 hely kiadó. Tényleg nem öreg fiúk játszanak, hanem akik igazából vérből, szeretetből és tiszteletből űzik ezt a sportágat. Eddig nagyon-nagyon jól sikerültek ezek a rendezvények, és bízunk abban, hogy ebben az évben is így lesz. A 200 ezer forint összdíjazású háromnapos Szabolcs-Takarék karácsonykupán 36 csapat méri majd összetudását. Az első három rendezvény nagyon színvonalas volt, nagyon sok csapat jelentkezett, és tényleg mind a három napon színvonalas mérkőzéseket láttunk, és a kijövő vendégek és szurkolók is azt hiszem, hogy jól szórakoztak. Nos, ezt a tendenciát szeretnénk az idén is és a jövőben is folytatni. A Szabolcs-Takarék Szövetkezet ugye egy regionális hitelintézet, és mindig is szívügyének tekintette az élsportot is, de a tömegsportot is, lásd ezt az eseményt, mert ezáltal sportszerető családoknak tudunk tartalmas és nagyon jó szórakozást nyújtani. A tornákon a legjobb csapatok a pénzdíj mellett serleget és oklevelet kapnak, emellett a legjobb kapus, illetve játékos, valamint a gólkirály külön díjban részesül. Szerdán a nyíregyházi Sipkai tornacsarnokában a kosárlabda tornával kezdődött el a megyei sportnapok háromnapos rendezvény sorozata. A résztvevő csapatok még labdarúgásban és röplabdában mérik összetudásukat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat és a Központ Ifjúsági Egyesület 2010-ben rendezte meg először a megyei sportnapokat azzal a céllal, hogy általános és középiskolák csapatai labdarúgásban, röplabdában és kézilabdában mérjék összetudásukat. A háromnapos rendezvénysorozat szerdán a kosárlabda tornával rajtolt. Az idejében 53 csapat jelentkezett a különböző sportágakra, ez nagyjából megegyezik az elmúlt éveknek a jelentkezésének a számával, de boldogok vagyunk és örülök annak, hogy egyre különbözőbb intézményekből jelentkeznek ezek a csapatok. Minden sportágban megrendezésre kerül mind a női, mind pedig a férfi középiskolás kategória. Sajnáljuk, hogy az általános iskolák még annyira nem olyan aktívak ebbe a megyei sportnapba, de célul tűztük ki azt is, hogy a következő években őket is minél hatékonyabban szólítsuk meg. Örülünk annak, hogy tényleg a megyek különböző részeiről, a megyek különböző településeiről és oktatási intézményeiből jönnek csapatok, mint például Ibrány, Mátészalka, Fehérgyarmat, Kisvárda, Újfehértó, Záhony. Tehát tényleg én úgy gondolom, hogy egy elég széles körű paletta, egy elég széles körű azoknak az intézményeknek a névsora, létszáma, akik eljöttek az idejében a megyei sportnapokra. A csütörtöki röplabda és a pénteki futballtornát egyaránt két helyszínen, a Bencsiskola és a Veselényi csarnokában bonyolítják majd le a szervezők. Bejutott a legjobb 8 közé a Magyar Kupában a Nyíregyháza Spartakusz. Sopronban a negyed döntő visszavágóján Mátyus János együttese 0-0-át játszott a hazaiakkal, így a Spari 4-1-es összesítéssel lépett a következő körbe. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Év végéig 100 új uniós pályázatot hirdetnek meg összesen 3000 milliárd forint értékben, tájékoztatott az Európai Uniós Fejlesztésekért felelős államtitkár egy kemecsei fórumon. Vitályos Eszter kiemelte, továbbra is a gazdaságfejlesztési operatív programok lesznek előtérben. Az államtitkár hozzátette, míg az előző uniós ciklusban 8200 milliárd forintot fordíthatott fejlesztésekre Magyarország, addig 2020-ig már 12000 milliárd forintot költhet el hazánk. A klímaváltozás miatt a jövőben több vízhiányra és hosszabb aszályos időszakokra kell készülnünk a szakemberek szerint, de fokozódhatnak az árvizek esélyei is. A kormány ezért egy olyan tervet állított össze, ami 7 jelentős pillérre épülve határozza meg a hazai vízgazdálkodási stratégiát.
Mérgező, a füstje káros az egészségre, az elektronikus cigaretta sem veszélytelen, erre figyelmeztet az ANTS. Az e-cigit azok használják főként, akik leszeretnének szokni a dohányzásról, ám az egészségügyi szakma szerint nemhogy segítenék a leszokást, de még mérgezheti is magát, aki e-cigit használ. A Kölcsei Televízió szerdai híradóját látták. Friss hírekkel csütörtök este is várjuk Önöket, híreink addig is megtekinthetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel, és csütörtök estig lényeges változás nem várható. Az éjszakai ködfoltok nagy része még délelőtt feloszlik, hazánk döntő részén több órára kisüt a nap, és általában több fokkal enyhébb időre számíthatunk az ilyenkor megszokottnál. Délnyugaton hosszabb ideig a ködös tájakon lehet hűvösebb, illetve északkeleten a sok helyütt erős lökésekkel kísért szél csökkentheti hőérzetünket. Éjjel időnként megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű, a völgyekben, foltokban köd képződhet. A nyugati szél eleinte többfelé megerősödik, néhol időnként viharossá fokozódik, majd általában mérséklődik a légmozgás. Reggelre 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, majd a késő délutáni esti óráktól növekszik a felhőzet. Csapadék estig még nem lesz, délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Pénteken észak felől növekszik, vastagszik majd a felhőzet, és egyre több felé elered az eső, záporeső. Szombaton országszerte borult időre van kilátás, sokfelé jelentősebb mennyiségű esővel. A délutáni esti óráktól a magasabban fekvő területeken havas eső, havazás is valószínű. Vasárnap a felhő átvonulásokból szorványosan várható zápor, hózápor, gyakran megerősödik az északnyugati szél. Jelentős lehűlésre lehet számítani.